Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mészáros László vagyok. Az összefogás kapcsán szeretnék csak elmondani néhány dolgot, a bosszankodásomat leginkább. No. Az előjáróban azt mondanám, hogy én egy olyan pártnak vagyok a tagja, amelyik nem vesz részt az összefogásban. És ennek ellenére azt gondoltam, hogy ez az összefogás az ellenzéki pártok között alapvetően nagyon jó ötlet, több okból is. Az egyiket egy néhány héttel ezelőtt talán pont az ön műsorában említette egy politológus, hogy az ellenzéki előválasztás győztese az egy ilyen pszichológiai előnnyel indul, hogy ő már megnyert valamit. A másik pedig az, hogy azt a jelöltet lehetne kiválasztani, aki a tehát nem az, aki a legszimpatikusabb az ellenzéki jelöltek közül, hanem azt, aki legalkalmasabb a fideszes jelöltnek a legyőzésére. Igen. És ehhez képest az a benyomásom támadt, amihez valami hasonlót írt a Telexen a Hász János nevű újságíró publicisztikájában, hogy mintha az ellenzéki pártok elkezdtek volna ilyen előre ilyen iszabbirkózást folytatni az asztal alatt, hogy rugdossák egymás bukáját. Pont úgy tűnik, mintha a DK és a Jobbik összefogott volna Momentummal szemben, hogy a legtöbb helyen vagy a DK, vagy a Jobbik visszalép egymás javára, így megtámogatva egymás szavazói bázisával vastagon meg fogják nyerni a legtöbb helyen az előválasztási meccset, és a Momentumnak nagyon kevés helye marad, és ez alapján pedig a közös listán is kevés befutó helyet fog kapni majd a Momentum. Tehát mintha a Momentummal szemben fognának ezt a nem, nekem pártok. Nem ez tűnik föl, bár lehet néhány olyan... De ez csak egy rossz ízű dolog, és igazából az egésznek Hogy miért egyeznek meg előre, ugye? Ez az, amit leginkább... Leginkább a legrosszabb az egészben, ami leginkább bosszant az, hogy az előválasztásnak lett volna egy olyan terepe, hogy bemutathatta volna a pártoknak a potenciáját arra, hogy ők készek felvenni a versenyt, hogy készek valamilyen programot, pozitív programot kellett volna bemutatniuk. Már csak azért is, mert ugye az előválasztás nyertese az előválasztási ellenfeleinek, a szimpatizánsainak a szavazatára is számítania kell, tehát nem mehettek volna egymással szemben ilyen személyeskedő támadásokra. Tehát kifejezetten pozitív, konstruktív versengés lehetett volna a résztvevők között, és úgy, hogy igazából sok helyen egy egyetlen érdemileg esélyes jelölt marad, ez a valódi versengés ez el fog maradni, és így nem tudják a jelöltek bemutatni a választók számára a programjukat, azt, hogy kormányzati kormányképesek, nem tudják tematizálni a közvéleményt, visszaveszi a Fidesz a tematizációt, és ez nagyon bosszant. Annak ellenére mondom, hogy egy olyan pártnak a tagja vagyok, aki nem indul az előválasztás. Igen, na most, ha már a Momentumot említette, van egy érdekes példa, itt többször is szóba került, még Molnár Zsolttal is, de a nyilvánosság előtt ezt többször megírták, hogy itt ez a második, harmadik kerületi választókörzet, Kálmán Olga DK, Tordai Bence Párbeszéd MSZP, és Berg Dániel Momentum, ugye a kerületi alpolgármester. És még volt vitájuk is egymással, aztán egyszer csak bejelentette a Momentumos, hogy visszalép Tordai Bence javára. Na most valószínűleg emögött az lehet, hogy végeztek közvéleménykutatásokat, és azokból az derült ki, hogy a két esélyes messze kiemelkedik, és a harmadik, egyébként kevésbé ismert Momentumos pedig le van maradva. Ebből nem az a logikus következtetés, hogy hát jó, nem sok esélyem van arra, hogy behozzam őket, minek fecséreljem az energiákat, inkább odaállok az egyik mellé, aki hozzám közelebb áll. Nem ez a logikus. Nem ez a logikus. Az lenne logikus, hogy a Berg Dániel, vagy hogy milyen okból lépett vissza, nem tudom, az lenne logikus, hogy a Berg Dániel részt vesz a kerületi vitában a többi képviselőjelöltel, és bemutatja a Momentum programját, és ezzel a Momentumot népszerűsíti az előválasztásra a résztvevők és a szavazók között. Tehát nem egyszerűen saját magát, hanem a pártját is. Magát is és a pártját is. Igen. Ezt a mi pártunk az előző választáson nem tudott minden körzetben elindulni. Listán azokban a körzetekben azokban a körzetekben voltak érdemi számottevő listás szavazataink, ahol volt egyéni jelöltünk is. Uh-huh. Nézze, én is azért tettem föl a kérdést, mert engem is, hát mondhatom azt is, hogy zavar, de legalábbis elgondolkodtat, hogy bár ilyen
támogatások vagy visszalépések elképzelhetők, és miért ne lehetnének, de minthogyha ebből rendszer kezdene kialakulni, igen, hogy én lemondok, itt te lemondasz ott. De nem csak, hát van itt MSZP-seket is támogató Jobbik, Jobbikos támogató MSZP és DK, szóval, és a Momentum javára is lemondtak többször. Tehát nem mondanám azt, hogy ez két párt közötti, csak mintha igyekeznének a nem is azt mondom, hogy a legélesebb versenyhelyzetben lévő körzetekben, mert nem ott, hanem olyan körzetekben, ahol van egy láthatóan kiemelkedő jelölt, ott mintha lemondanának eleve a versenyről. Mondván, hogy tartom. Igen? Lemondanak a kampányolási lehetőségről, hogy megmutassák magukat a választók számára. Pusztán, tehát önmagában, ha egy párt tart egy választási gyűlést, egy fórumot, arra vagy elmennek 100-an, 200-an, vagy nem mennek el. Uh-huh. De hogyha egy előválasztási vitát tartanak, akkor ezen a vitán sokkal többen vesznek részt. De ha nem lesz előválasztási vita, nem lesz vita, mert már visszaléptek a jelöltek, akkor már akkor nem mennek el az emberek. Nem lesz tétje. És kevesebben fognak részt venni az előválasztáson is, hiszen nem lesz az előválasztáson sem olyan verseny, ami vonzaná őket. Szóval borzasztóan az a benyomásom támad, mintha az ellenzéki pártok vezetői elbízták volna magukat, és azért elkezdtek volna taktikázni, és néha sírni támad kedvem. Mondom úgy, hogy én nem veszek részt az előválasztáson, hanem külön fogunk majd indulni, ha sikerül. Na most már akkor nagyon kíváncsivá tett, melyik ne, párt? Nem annyira feltűnt, nem olyan nehéz kitalálni. Jó, hát én csak erre a kétfarkú kutyapártra tudok gondolni. Igen, talált. És akkor meg óhatatlanul fölvetődik bennem, de a többi hallgatóban is a kérdés, hogy olyan szimpatikus, olyan szellemes, olyan okos, olyan szorgalmas párt, és ugyanúgy tele van mindenük ezzel a mai Fidesz rezsimmel. És ugyanúgy átlátják ennek a galátságát, és embertelenségét, és antidemokratikus voltát. De ha külön indulnak, veszélyeztetik azt a lehetőséget, hogy meg lehessen őket buktatni. Igen, sokan ezt szokták mondani. Merengtünk több dologon, de úgy tűnik, hogy a saját modellszámításaink azt mutatják, hogyha külön indul a kutyapárt, tehát hogyha mondjuk körzetenként mondjuk lesz egy érdemi ellenzéki közös jelölt, egy kutyapártos jelölt és a Fidesz, ha a kutyapárt nem érje a listán az 5%-ot, akkor körülbelül egy mandátummal több lesz az ellenzéknek, mint hogyha a kutyapárt beállt volna az összefogásba. Nem mondja. Tényleg? De nem ennyire egyszerű, mert ez a kompenzációs listás szavazatok meg a szavazóinknak, a kutyapárt szimpatizánsainak az a szavazási taktikája játszik ebben szerepet, hogy arra hajlandóak, hogy listán a kutyapártra szavazzanak, de egyéniben a közös jelöltre, és ez a kettő tényező együtt körülbelül oda vezet, hogy ha külön indulunk, akkor körülbelül egy mandátummal többet szerez az ellenzék. Míg hogyha beállnánk az összefogásba, akkor a szavazóinknak körülbelül a fele nem menne elszavazni. Értem. Szóval akkor nem annyira makacsok és hajthatatlanok, hanem éppen, hogy beleásták magukat abba, hogy hogyan jöhetnek ki ebből a párt is, de az ellenzék is a legjobban, úgyhogy senki ne veszítse el az arcát, és lehetőleg ne veszítse el a választást. Nagyjából igen. Így is vannak olyan szavazóink, akik azt mondják, hogy ha arra kérjük őket, hogy szavazzanak egyéniben az összefogás jelöltjére, akkor megharagszanak ránk, de hát ebből nagyon kevés van. Értem. Hát érdekes, és abban is sajnos egyet kell értenem önnel, hogyha ez tovább folytatódik, ez az ellenzéki előzetes megállapodás, akkor elveszik az előválasztás lényege, értelme, mert bár nagyon érdekes lehet egy Kálmán Olga Tordai Bence párharc, vagy sok más ilyen, van ilyen kettős felállás, de lehet, hogy még érdekesebb lett volna hármasban, négyesben, és talán tovább tartotta volna az érdeklődését, az emberek érdeklődését fel lehetett volna tartani tovább. És például a harmadik kerületben a Momentumnak a szimpatizánsa is nagyobb hajlandóságot éreztek volna nagyobb arra, hogy részt vegyenek az előválasztáson és a viták hallgatóságában. Na, reméljük, hogy azért még ezt átgondolják. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Én is köszönöm, minden jót. Viszont hallásra.